meghosszabbította a kormány a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozó intézkedéseket, így január 11-ig este 8 és reggel 5 óra között kiárási korlátozás van érvényben. Csak kivételes esetben például munkavégzés vagy egészségügyi veszélyhelyzet miatt lehet elmenni otthonról. A kutyákat este 8 után is le lehet vinni sétálni, de csak a lakás 500 méteres körzetében. Hogy mindenki hazaérjen este 8 órára, az üzleteknek, fordrászatoknak és egyéb kiskereskedelmi szolgáltatóknak 19 órakor be kell zárniuk. Kötelező szájmaszkot viselni a közterületeken, a tízezer főnél nagyobb településeken, hogy pontosan hol kell hordani a maszkot, a polgármester dönti el. Emellett továbbra is kötelező a szájmaszk használata a tömegközlekedésben és az üzletekben. Tilos mindenféle gyülekezés, ezért rendezvényeket nem lehet tartani. A sporteseményeket nézők nélkül zárt kapuk mellett kell megrendezni. A magánprogramokon is csak maximum tizen vehetnek részt. Esküvőket lehet tartani minimális létszámmal, de lakodalmakat nem. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt. Az éttermeknek be kell zárniuk, csak házhoz lehetséges, de az üzemi konyhák nyitva maradhatnak. A szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti vendégeket. Be kell zárniuk a szabadidős intézményeknek is szabad téren a sportolás megengedett, az amatőr csapatsport azonban tilos. A felső oktatás online formában működhet, tovább a kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatásra kell látállni. A 14 éven alüliak még járhatnak iskolába, óvodába, bölcsödébe. A kórházi dolgozókat, tanárokat, óvónőket, bölcsödei dolgozókat hetente tesztelni kell. A veszélyhelyzetet a kormány döntése értelmében 2021. február 8-ig hirdették ki. A rendkívüli intézkedések azonban január 11-ig vannak érvényben. A kormányrendelet alapján Kispest polgármestere úgy döntött, hogy a kerület valamennyi közterületén kötelezővé teszi a szájmaszk használatát 6 éves kor felett, majd a Péter a Kispesti Operatív Törzs tagjaival egyeztetve hozta meg a döntést. Az operatív törzs folyamatosan egyeztet a Kispesten szükséges intézkedések meghozataláról. A kormányrendeletnek megfelelve november 11-től átmenetileg bezárt a Kálmú Művelődési Központ, illetve valamennyi tagintézménye. A meghirdetett programok elmaradnak, a szolgáltatások szünetelnek. A rendezvények esetleges pótlásáról a megvásárolt belépőkről, a befizetett tanfolyami díjakról, illetve az online programokról a honlapon folyamatosan tájékoztatnak. A kormányrendelet visszavonásáig bezárt a Bekerlei Kultúrház és Könyvtár is. A dolgozók ügyeletet tartanak így telefonon vagy e-mailen fel lehet venni velük a kapcsolatot. Erről és az aktualitásokról a weblapokon tájékoztatnak. Nem fogad olvasókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár ülői úti tagintézményesen. November 11-től bezárt a Kispesti úszoda is. A lakossági bérleteket az új után meghosszabbítják majd a bezárás időtartamával, valamint pótolják majd az elmaradt folyami órákat is. Ismét vásárlási idősávot alakítottak ki az időseknek. A kormányrendelet értelmében az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban, hétköznap délelőtt 9 és 11 óra között, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak. Az idősek egész nap mehetnek a boltokba, de ebben az időpontban csak ők tartózkodhatnak az üzletekben. A kormány elrendelte azt is, hogy éjszaka ingyenesé kell tenni a kereskedelmi parkolókat, vagyis az egyébként fizetős parkolóházakat, mélygarázsokat, a bevásárlóközpontok parkolóit. Este 7 és reggel 7 óra között ingyen használhatják az autósok. A főpolgármesteri hivatal pedig úgy döntött, hogy az éves parkolási engedélyek Budapesten a járványhelyzetre való tekintettel a jövő év januárja helyett március végéig lesznek érvényben. A parkolás január 11-ig ingyenes. A veszélyhelyzetben a nagyvárosokban sűrítették a járatokat a tömegközlekedésben. Az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus járvány elleni védekezésben résztvevő orvos- és egészségtudományi hallgatók ingyen használhatják a tömegközlekedést. November 4-től a Kispesti polgármester hivatalban az anyakönyvi ügyek kivételével megszűnt a személyes ügyintézés. Ezzel életbe lépett a harmadik védekezési szint. Gajda Péter polgármester és a jegyző a kispestiek és a hivatal dolgozóinak biztonsága érdekében döntött így. Hivatalos ügyeket az anyakönyvügyek ügyek kivételével kizárólag telefonon vagy elektronikus úton lehet intézni. Az elérhetőségeket a kispest.hu weboldalon az ügyintézés menüpont alatt az ügyfélfogadási rendnél lehet megtalálni. A közintézmények közül a Mesevárovoda, Zrínyi utcai és Nádasdi utcai épületében, az Aranyovodában, a Reménység Katolikus Általános Iskolában, a Kispesti Kárai Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban és a Segítőkész Kispesti Gondozó Szolgálatnál is voltak olyanok, akik megfertőződtek koronavírussal. A szükséges intézkedéseket, elkülönítéseket, fertőtlenítéseket mindenhol megtették. Gajda Péter polgármester, a Kispesti Operatív Törzs vezetője már szeptemberben szigorításokat rendelt el az önkormányzat fenntartásában lévő Zöldi Jófa gondozóházban és nyugdíjas házban a járvány terjedésének megakadályozásáért. Így a gondozóházba csak egy bejáraton lehet belépni, és csak testhőmérsékletmérés után kötelező a szájmaszk és a készfertőtlenítés, a bejáratnál fertőtlenítik a cipőket is. A gondozóházban látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el. Látogatást kizárólag az intézményvezető engedélyezhet, beleegyeztetett időpontban és módon. A nyugdíjas házban vendégeket fogadni csak az udvaron lehet, valamint a saját szobában, de csak maximum két embert. Az egészségügyi intézetben továbbra is előzetesen időpontot kell foglalni a vizsgálatokra. Ezt a betegek megteltik az intézet központi telefonszámain, vagy az adott szakrendelés honlapon megjelölt telefonszámán, de működik az újonnan elindult webes előjegyzés is. A szakrendelésekre előzetes regisztráció után az előjegyzés.euint.kispest.hu honlapon lehet időpontot foglalni. A betegektől pedig azt kérik, hogy csak akkor menjenek a rendelésekre, ha biztosan nem covid fertőzöttek, és csak indokolt esetben legyen kísérőjük. A koronavírus járványról, az országos intézkedésekről, a megelőzésről, az ajánlásokról bővebb információkat olvashatnak a koronavírus.gov.hu weboldalon. A koronavírusról részletes tájékoztató anyagok érhetőek el az önkormányzat honlapján a kispest.hu-n és a város Facebook oldalán a Kispestvároson is.